A magyar vállalkozók és cégek összefogásával, valamint az Ipari Park Kft. És az önkormányzat együttműködésével megvalósuló üzemben elektromos és elektronikai háztartási hulladékok feldolgozására nyílik majd lehetőség. Mint minden olyan beruházás, ami munkahelyeket teremt, ez egy óriási lépcső városunk életében. Nagyon fontos ez számunkra, hiszen itt a Tiszántúlon eléggé nagy a munkanélküliség, és ezen mindenképpen célunk segíteni, ez nem csak országos program, hanem helyi kistérségi program is, és települési program is természetesen. A térségben jelenleg folyó munkák között a ma elindított beruházás elsősorban a munkahelyteremtés miatt az egyik legjelentősebb vállalkozás Karcagon és környékén. Én úgy tudom, hogy ez most a térség legnagyobb beruházása lesz, tehát létszámában a beruházott érték tekintetében is egy nagyon komoly lépés. Van persze olyan, amely mondjuk a vasútfelújításhoz kötődik, amely értékben nagyobb, de munkahelyteremtésben a környék legfontosabb beruházásáról van szó. Az új üzem jelentős lépés a város iparosításában, mert ma már egy mezőgazdasági területnek számító vidék sem lehet meg korszerű természet- és környezetbarát ipar nélkül. A Karcagi Ipari Parkban létrehozott üzem új zöld szemléletmódot közvetít. A Karcagi Ökoparkban környezetvédelmi jellegű beruházások történnek, olyan vállalkozás kezdi meg a működését, amely elektromos elektronikai hulladékok bontásával foglalkozik. Hűtőgépek, televíziók, számítógépek, használt gépek szétbontásával hasznosítható anyagokat, értékes nyersanyagokat lehet visszanyerni, és ezek a már elhasznált berendezések így nem szennyezik a környezetet. Az új üzem tehát az elektronikai hulladék felhasználásával tehermentesíti a környezetet, újrahasznosítható nyersanyagokat biztosít majd és munkahelyeket teremt.